Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, az édesbús dallamok után most egészen más zenei világot fogunk megismerni. Vendégeim a Hungarikum együttes tagjai, Mudrich Anett, szervusz, és Kremnitzky Géza, szervusztok. A beszélgetésünk apropója pedig az új Fehérvár dal, és az a fantasztikus klip, amit megismerhetett már a székesfehérvári zeneértő közönség is. Azt hiszem, hogy az újdonság erejével szolgált akkor. Erről fogunk beszélgetni, de ahhoz, hogy tudjunk, hogy honnét jutottatok el eddig, és miért is történt ez úgy, ahogy történt, egy kicsit ismerkedjünk meg veletek. Hiszen külön-külön azért már tudtuk, hogy működtök. Ugye, Anette, úgy fogalmaztál, hogy a népdalok tündérkertjében nőttél fel. Ezt mi magunk is megtapasztalhattuk. Pedagógusként aztán egyszer csak találkoztatok. De egy kicsit beszéljünk a pályafutásodról, mint eredendőről, a népdalok szeretetéről. Hát ez valóban a gyerekkorban gyökerezik. Volt egy nagyon kedves énektanárnőm, aki sokat foglalkozott velem, külön foglalkozott velem, és versenyekre vitt, ahol nagyon sok népdalt szerető társamtól tanultam nagyon sok szép éneket. És hát aztán végül is egyenes útja volt, hogy akkor zenei gimnázium, és aztán a főiskola. Gézát pedig úgy ismerjük ezer éve. Ugye ez nem baj, hogy ezt mondom. Valamennyi műfajban otthon vagy, ha úgy tetszik, a gitároddal együtt, és valamennyi más zeneszerszám, ami hozzád nőtt, ha úgy tetszik. És számtalan formációban ismerhettünk meg. Aztán elindultál egy másik úton. Igen, hát az útkeresés, és a mi történetünk sem ott kezdődik, hogy találkoztunk, hanem az előzményekkel, mint ahogy Anett is mondta. Nálunk is otthon, hát a zene bűvöletében élt a család, már kiskoromban, óvodáskoromban is már kánonokat énekeltünk otthon. Apukám matek, fizikai énekszakos tanár volt, és jelen volt a zene. Zongorázni tanultam, és aztán évek után átnyergeltem a pengetős hangszerek erre, mert hát akkor annak nagy divatja és keletje volt, illetve én úgy éreztem, hogy sokkal jobban ki tudom magam fejezni azokkal. Kezdetben az egyszerű néhány akkordokkal, akkor még csak azt hittem, hogy ki tudom magam fejezni. De időközben aztán rájöttem a gyakorlás ízére, és hát különböző zenei stílusok érintettek meg, és hát ezek végeredményeképpen jöttem ide a magyar zene fő utcájába, a magyar népdalok. És feldolgozások. De én azt hiszem, hogy ez mindig népdal marad, ahogy ti játszátok, teljesen mindegy, hogy milyen jellegű és típusú ez a feldolgozás. A megismerkedésetek, mármint a konkrét alapítás története is rendhagyó, hiszen külön-külön ismertétek egymás zenéjét, aztán egyszer csak ennek már ugye idestova 10 éve gondoltátok úgy, hogy ennek a két hangszínnek, a két, de azonos gondolkodásmódnak, ami ugye abban jelenik meg, hogy itt van előttem ez a névjegy, ugye bár a Hungarikum, hogy a dalt előadni szeretnénk, nem felhasználni. Tehát hasonlóan gondolkodtatok. Mi volt a története a Hungarikum együttes megalakításának? Vágjatok egymás szalagba. Némi előzmények után, mikor én még az előtte lévő Akusztik Jór nevű zenekoromban játszottam, az Anettet már hívtam karácsonyi koncertekre vendégszerepelni, és hát annak a zenekarnak a feloszlása ezek szerint sorsszerű volt, szóval ilyen száraz technikai oka vannak, viszont a maga a találkozás az annál szebb és romantikusabb, hogy egyszer csak meghallottam egy ablakon át beszűrődő énekhangot még azelőtt pár évvel, hogy megalakultunk. Amely énekhangnak a gazdája az Anett volt, és tudtam, hogy mi a dolgom, és amikor ez a formáció megszűnt, akkor nekem határozott elképzelésem volt, hogy megkeresem az Anettot, és rávegyem arra, hogy a szellemi és fizikai energiáinkat fordítsuk, kössük össze, és így erősebben tudunk haladni.
És ez a mai napig, most már 9 éve így van. Ugye népdalt énekeltél mindig is. Igen. A hagyományok tisztelete okán én azt gondolom, hogy ez csoda dolog. De amikor egy kicsit változtatnod kellett, akkor hogy sikerült abba a szerepbe beleállnod, ha úgy tetszik, ami a feldolgozásokat jelentette itt a zenekaron belül? Hát nem emlékszem rá, hogy ez nehézséget okozott volna. Igazából azt abban határozott voltam, hogy a népdalnak a dallamába nem nyúlunk bele, nem változtatjuk. Igazából meghagyjuk eredeti formájában, és csak egy köntöst kap, egy különböző zenei stílust, olyasmit, ami mindkettőnknek tetszik. No, erről a stílusról, illetve erről a zenéről fogunk beszélgetni tovább. Előtte azonban nézzük meg, hogy keretbe zárjuk a történetet, azt a Fehérvár dalklippet, ami egy kicsit megváltoztatta, ha úgy tetszik, egy jó néhány ember gondolkodásmódját. Én azért mondom ezt, mert hogy ugye külön-külön és együtt is ismernek benneteket város szerte. És ez a klip abszolút egyedi. Olyan, mint ti vagytok, nézzük meg együtt. Hogy volt rég, pontosan nem tudhatod, mert a krónikák azt nem írják. Hogy épült fel a vár, nem láthatod, mert a viharok elsodorták. Az utcákon sóhajt a történelem, emlékek sűrűn szerte szét. A szobrok arcán már nincs félelem, a város éli minden napi életét. Fehérvár, mint tudjuk, a kultúra városa is, és a zenei városa is, úgyhogy köszönjük nektek. Viszont fontos, hogy ezt a dalt megelőzően beszéltünk a repertoárról. Hogy alakul ki a repertoár? Tehát az alapja a népdal, mint tudjuk. Hogy döntötök, hogy milyen feldolgozásokat és milyen saját dalokat írtok és játszatok el?
A népdalokat tetszés alapján választjuk igazából. Kedveljük nagyon a régi stílusúakat, de az új stílusokban is találunk olyat, amit nagyon szépen lehet. Tehát mindegy csak Kárpát-medence, és vagy pedig általában a népdal az, ami a tiéd. Van egy-két távolabbról jövő, sőt nem magyar népdal is van, egy néhány. Hát az a fajta történeti hatás, amely egy népdalban van, a kor, az a veretes világ, amelyet a szöveg is sok esetben jelent, vagy alátámaszt. Hát ezek az ősi dolgok, ezek a alanyjégon született, nem megrendelésre született dalok azok, amelyek elművölnek minket, és stílustól függetlenül. Hát ma már, ugye, hát a zene az jó vagy nem jó, nem annyira érdekesek a stílusok, de hát a mai fülnek is kedves stílusjegyek, szép számmal különböző stílusjegyek szép számmal megtalálhatóak a feldolgozásainkban. Amit a dal kíván, nem erőszakoskodunk vele, hanem megnézzük, hogy miről van szó. Sokszor én hozok valami kis figurát a hangszeren, és akkor az Anett arra talál egy hozzáillőnek gondolt népdalt, vagy ő jön egy dallammal, és akkor én azt próbálom a saját, mi mondhatnám azt, hogy most már közös ízlésünk alapján felülni. Anettől olvastam egy interjút, régi interjút, amikor arról beszéltél, hogy szeretnéd, ha kinyílna a világ, nem pont így mondtad, tehát, hogy a székesfehérvári fellépéseken túl szívesen megmutatnátok magatokat külföldön is. Igen. Aztán így is történt, kérem szépen. Aztán így is történt. Tehát ennek nyilván útja van, tehát ez egy-egy lépcsőfok. Így van. És ez ügyben sem erőszakoskodtunk, és nem mi dörömböltünk. Tehát rátok találtak? Ránk találtak, így van. És volt szerencsénk Kanadában tölteni 2 hetet kinti magyaroknak játszani, és Bulgáriában voltunk még. Milyen megerősítést jelent egy, és most nem elsősorban csak a montreáli magyarok, ugye már Montreálban voltatok, Montreálban is. Volt ez a koncert. Milyen megerősítést jelent, hogy szeretnek benneteket? Mert ez elvárás is most már a szint, bár ezzel soha nem volt probléma. Helyszíntől függetlenül? Helyszíntől függetlenül. Hát abban erősítenek meg minket, ez a szeretet abban erősít meg minket, hogy talán jó úton járunk. Illetve ez az út is létezik. Sok út van, vannak a hagyományos, vonós hangszerekkel kísért népdalok, amely szintén része a történelmünknek a 18. század végétől, amikor is behozták a magyar népzenébe vonós hangszereket a román tánczenészek, cigányzenészek, erdélyi magyar zenészek, és jól tették ezt, és hát most úgy érezzük, hogy nekünk is a magunk szerény eszközeivel jogunk van kialakítani egy olyan játszási formát, egy stílust, amely úgy érezzük, és erre vannak visszacsatolások, hogy tovább élteti a népdalt. A népdal mögül már azok az életformák, tolfosztás, tengeri hántás, stb. Azok a közösségi formák már gyakorlatilag kikoptak, mert a traktor és a kombájn hangja mellett már nem lehet énekelni. Ezek kikoptak, de a népdal ennek ellenére azt vettük össze, hogy tovább él. Igen, én a Zene Világnapján tapasztalom mindig, hogy bármi is szólal meg, a népzenének nincs párja. Ugye mi ezt könnyen mondjuk, hogy Kodály országában így meg úgy van, de azért ahhoz kellenek olyan csapatok, mint ahogy ti vagytok. Egyébként a hétköznapokon mennyire játszik szerepet Anett az életedben a népdal? Hát én énekzenét is tanítok, tehát ott a népdalokra épül, még mindig Kodály módszer szerint tanítunk az iskolákban, valamint napközis vagyok még egy másik iskolában, és ott pedig külön kis foglalkozás sokat tartok, hogy minél több népdalt megismerjenek a gyerekek. Egyébként hogy látjátok, kelendő ma a népdal Magyarországon, és nem csak divat? Réteg műfaj, ez is mint jó néhány más dolog, de annak ellenére, hogy ez réteg műfaj,
azért összekapcsolja az embereket, akár külföldön, különböző zenei érdeklődési magyarok, ha találkoznak egy népdalra, mindkettőnek összeszorul a szíve, megemeli a poharát, kalapját, ha van, és ez azért összeköti az embereket, mert hát a gyerekkort idézi, és egyfajta identitást jelent. Én azt tapasztalom, hogy a ti koncertjeitek, illetve egyre több olyan rendezvény van, ahova titeket hívnak. Azért ez jó dolog, ugye? Tehát, és ez most stílustól és műfajtól független. Tehát olyan előadássorozatok mellett is ott vagytok, amelyekhez illeszkedik valamelyes, de ti vagytok az elég. Még nem elégszer, és nem eléggé hívnak, de nem akarok telhetetlen lenni. Végül is köszönjük az életnek a lehetőségeket, hogy megmutathatjuk ilyen oldalát, és megmutathatjuk a népdalnak. A Fehérvárdal milyen gondolatból született, melyik volt az a gondolatmenet, amelynek mentén aztán azt mondta, hogy ezt meg kell csinálni, meg kell írni mindenképpen? Hát én, habár nem itt születtem, de azt 8 éves korom óta, ez már régen volt, még voltak dinoszauruszok. Itt lakom Fehérváron, és számtalan személyes kötődésem, érzelmi kapcsolatom van. Például a klipben azért is kértem a rendezőt, hogy tegye be a Szent Imre szobrot, mert ezt én találtam meg a 1974-ben diák munkán a szeminárium kertjében el volt ásva, ugye háború alatt vagy a végén. Elrejtették, hogy nehogy tönkre tegyék. És a jobb combján azt a sérülést az én csákányom okozta, mint diákember, ahogy a kábelárkot, az volt a feladatom a Blaumann köművesnél, hogy ássak egy kábelárkot, és ott találtam egy olyan 60-70 centire volt a földben, a homokos földben lásva a kertben. Én sok szép ilyen apró kis emlék van. Tehát ez egy csodálatos adalék, amit mondtál. No, akkor nem maradt más hátra, mint természetesen, ha itt egy gitáronak meg kell szólalnia, és ha az Anett csoda hangja is ott van a torkában, akkor annak nem különben. Magas hegyről foly a víz, rózsám bennem már nem él.
Ha bízol is, mint hiába, mert szívemtől el vagy zárva. Áj, na 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 na. Ha bízol is, mint hiába, mert szívemtől el vagy zárva. A látába, da, 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 da. A szép gúny a szellő nélkül, az én szívem a tied nélkül. Áj, na, 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 na. A szép gúny a szellő nélkül, az én szívem a tied nélkül. Áj, na, 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 na. Nos, hát nincs a szívünktől elzárva ez a dal, illetve nem vagytok ti elzárva a szívünktől. Mikor láthatunk benneteket legközelebb? Hát Székesfehérváron 17-én októberben a Szabadművelődés házában csütörtök este 7-kor. Észben tartom. És kérem önöket is, kedves nézőink, higgyék el, megéri. Köszönöm, hogy megtiszteltetek, és még egyszer köszönjük a dalt minden székesfehérvári nevében. Köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönjük, hogy megtiszteltetek. Kedves nézőink, Hungarikum együttes volt a vendégem, Mudrich Anett és Kremnicki Géza, abból az alkalomból is, hogy elkészült az a fantasztikus Fehérvár dal, amely ezentúl reprezentálja a királyi várost, Székesfehérvárt. Pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!